gondolta mindenem mindig, hogy ide jöhessek Csikausnak a mátára. Sikerült is, én nagyon szerettem. Most 80 éves vagyok, hát mondjuk ebből 60-at mondjuk a Holtabányán töltöttem el. A pusztában az élet van, mikor nagyon jó, de van, mikor nagyon rossz. Már úgy, mint mindennek van szép oldala, jó oldala. A jó oldala az, hogy itt vagy kint a természetben egész nap, ugye csak a természettel is szembe kell lenned, ha esik az eső, akkor is itt vagy, ha süt a nap, akkor is itt vagy, ha fúj a szél, akkor is itt vagy, ha hideg van, akkor is itt vagy. Ugye a jószágot el kell látni. De egyébként meg a csend, a nyugalom, ami itt körbeveszi az embert, a madarak, a vadak, mert ugye itt vagy nyúl, őzek azért csak találhatók még a pusztán. Hát ugye ez mi nekünk is csodálatos, de ha valaki idegen bekeveredik a pusztára, és ezt a csendet itten, ezt megkóstolja, úgymond, ő is csak ámul-bámul erre az egészre. Találkozok idegen emberekkel, oda jönnek, beszélgetnek, hogy hogy élünk, mint élünk, meg akkor még néha ámul, hogy még ilyen szakma, meg ilyen létezik, amit mi csinálunk. Sok mindenki más hiszi, hogy ilyen nincs is. De hála Istennek még van. Innen kezdődött szerintem, hogy itt látták a Holtabágyi Lovasnapon, hogy itt fektettünk, meg ültettünk, meg itt volt a kokkötös, ugye először. Azt tetszett mindenkinek, azt aztán hittak meg bennünket Dániába, vagy 30-szor voltam Németországba, aztán voltam Veronába, hát itt több helyet, Svájcba voltam. Volt egy grófnőm, azt mondta, hogy hát maradjunk ott tűnálla, vagy ketten-hárman, megfizet bennünket, ellát bennünket, hogy hagyjuk, csak maradjunk ott. Mondtam neki, ha iradja az egész vagyonát, akkor se maradok ott nála. Mondtam, mert ott nem látom a pusztát, az a baj. A karikásos tort, hát gyakorlatilag a ménesnél azt használjuk a tereléshez. Készíteni én készítem, gyakorlatilag szilvafából készül a nyele. Van, amiben rakunk berakást, ami műanyagból vagy szaruból készül. Ez gyakorlatilag a puszta kicsinyített mása. Kunyhó, vasaló, gémeskút, lovak, tehenek, vagy a pusztán felelhető dolgokat szoktuk úgymond bele rakni az ostornak a nyelébe, utána ezt díszítjük bőrrel, ez maga a nyél, ez így kész van, utána készített marhabőrből csíkokat vágunk, ezt megfonjuk 8-12 ágra, ezt szintén pillangókkal, egyéb bőrökkel díszítjük, és utána gyakorlatilag ez így együtt használható dolog. Lali fiam ül Csikós tengely. Az anyjával jöttek, olyan 2-3 évesek voltak. Kigyalogoltak a mátáról a peszeire, aztán utána, amikor ne jöttek, mindig sűrűbben kijöttek. Régebben mindig úgy volt, hogy amit az apuka dolgozott, természetesen a kis fiú is az akart lenni. Hát ugye én láttam, hogy ő itt mit csinál, mikor engem megkérdeztek kicsi gyerekként, én is mindig azt mondtam, hogy Csikaus leszek. Hát mi lett a legvége? Mikor 5-6 éves volt, kijött Lali, kibiciklizett, akkor Gábor bácsi a renyhével volt, azt mondta neki, hogy Lali, ülj már szoros, csap már vissza, azt mondja ide, kút felejük. Akkor Bak Pista bácsi is mondta neki, hogy így már fel arra, az ő lovára is. Ilyen jó, nyugodt öreg lovak voltak, de boldog út is velek, Lali. Azt annyira belejött, hogy hát utána mi lett belőle, portlovas lett, meg Csikaus lett ő is. Mert úgy ott van most is, teljesen. Most már ő a király, én helyettem. Az idén kapott is egy ilyen miniszteri kitüntetést a Csikaus ságáért.